A különlegessége az, hogy a korábbi hagyományos fréses eljárás helyett ez walking floor-os, mozgópadlós pótkocsikba áttöltési lehetőséget biztosít az ürítő járművek számára. A kivitelező cég illetékesen mutatta be az elkészült átrakót. Ez az építmény három oldalról zárt, így tudják csökkenteni a szakhatást és a környezeti szennyezést a kisvárdai szeméttelepen. A jelenlegi beruházásban, tehát ebbe a KEHOP projektben megvalósult itt a mögöttem látható csarnok, amely a hulladékok mechanikai, biológiai kezelése során biztosít egy fedett három oldalról zárt területet, megakadályozva ezzel a kiporzást, a szélelhordást, sőt még valamilyen mértékben a bűzképződést is. Továbbá a mellettem látható létesítmény pedig egy szelektív hulladék átrakó. Ugye mindig arról beszélünk, hogy az évek során folyamatosan növekednie kell a szelektív hulladék arányának az újrahasznosítás érdekében, ezzel párhuzamosan pedig csökkennie kell a vegyesen begyűjtött hulladék mennyiségének. Tehát a jövőben várható majd a szelektív hulladék mennyiségének a növekedése. Nyíregyházán ugyanebben a projektnek a keretében a meglévő szelektív válogató csarnokot bővítettük, illetve új technológiával láttuk át, amelynek a kiszolgálását végzi majd az itt mögöttem látható átrakó állomás. Távolban már kiosztásra várnak azok a kukák, amelyekből összesen csak nem 100 ezer darabot szereztek be a program segítségével. Emellett 15 ezer darab komposztáló edényzetet is vásároltak. Mind három telephelyen, Nagyecseden, Nyíregyházan, illetve Kisvárdán újabb csarnokok épültek, illetve újabb eszközök beszerzésére került sor, illetve hulladék gyűjtő edényzetek beszerzéséhez is, komposztáló és kukás edényzetek beszerzésére is sor került, ezzel tovább fejlődik a hulladékgazdálkodási rendszer, több mint 7 milliárd forint az összberuházás a három helyszínen ezeknek az eszközöknek, illetve épületeknek. Kisvárda polgármestere Leleszi Tibor abban bízik, hogy ezzel a beruházással nő a szelektíven gyűjtött és hasznosított hulladék aránya a városban. Ez a beruházás nagyon fontos a környezetvédelem szempontjából, a fenntartható fejlődés szempontjából. Fontos az, hogy van egy szelektív hulladékgyűjtés, és most már úgy hiszem, hogy akkor nagyon korrektül lesz válogatva, feldolgozva. Nyíregyházra kerülnek majd az innen összegyűjtött szelektív hulladék, tehát műanyag és hozzá hasonló fémdobozok, stb. És ezt kell tennünk. Az átrakó állomás átadásán részt vett a térség országgyűlési képviselője is. Sesztárk Miklós azt mondta, Kisvárda megérdemli a 21. századi megoldásokat a hulladékkezelés területén is. A 21. században muszáj olyan fejlesztéseket csinálni, ahol itt is elmondta, a dököli lábnyomok csökkentésének bármilyen eleme megvalósul, ezáltal egyszerűsödik, professzionálisabbá válik, az mind fontos. Itt most a háttérben lévő épületből egy olyan szelektív hulladék hasznosító mű épült meg, ami még hatékonyabbá, még jobbá és még a jövőben mutatóbbá teszi a szelektív gyűjtést. A beruházás nem csak a kisvárdai, hanem a nagyecsedi és a nyíregyházi lerakót is érintette. A fejlesztés összértéke eléri a 7 milliárd forintot.